Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jöjjön talán, talán az utolsó videó a Call of Duty Modern Warfare 2019 megjelenése előtt, és egy érdekes témáról fogunk beszélni, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy eldöntsd, hogy te szeretnéd -e előrendelni ezt a játékot, hozzájárulhat ahhoz, hogy esetleg töröld az előrendelésedet, és várt ki a teljes elemzését ennek a játéknak, hozzájárulhat ahhoz az élményhez, hogy kiderült, hogy elzárt tartalom lesz, lesznek benne lootboxok, és ez is befolyásolhatja a döntésedet, és ez a dolog nem más tulajdonképpen ebben a játékban, az pedig a géped és a szerver közti kapcsolat. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, ugyanis ez is rettentően fontos egy Call of Duty szintű uh, játékban. És jól látjátok, a Black Ops 4-nek jobb szerver kapcsolata van, mint ennek a kodnak a bétájában. Bétájában még sok változhat, amire kijön a teljes játék, bár nem hiszem, hogy fog, de idővel minden bizonyja fognak valamennyit ezen fejleszteni és jobbá tenni. Szóval létezik egy olyan YouTube-os, hogy Battle Nonsense. A videójának a linkét le fogom rakni ennek a videónak a leírásába. Ő tisztán elmagyarázza, hogy hogyan mérte le a kapcsolatot, miért mérte le, és mit tapasztalt a videójában a kapcsolattal kapcsolatban, ugye kapcsolattal kapcsolatban. Call cool of Duty kapcsolattal kapcsolatban elmagyarázza, hogy um, hogy működik, uh, hogy működnek a szerverek, hogy működik a kapcsolat, és mekkora eltérés van átlagosan, mekkora eltérés van játékos és szerver között, reakció, idő és szerver között, és a többi, és a többi. És ezt a videót szeretném egy kicsit magyarra lefordítani, és rávilágítani arra, hogy miért lehetséges, hogy egy rossz élményben lesz, vagy volt részed, eme Call of Duty uh, beta alatt, és miért nagyon olyan fontos, hogy és miért úgy tűnik, hogy a kód az egy um, aki, aki először lő, az nyer című játék, mert ezt el lehet mondani a kódról. Nos, a videót um, azt úgy indítja, ugye, és ezzel egyet is értek vele teljes mértékben. Nagyon szomorú dolog, hogy nem kapunk uh, jelzés indikátorokat a játékban arról, hogyha egy olyan szerverre csatlakozunk, ami esetleg távol van tőlünk, ezáltal ping problémáink lehetnek, ugye ki szeret laggolni, senki nem szeret laggolni, és a játékban hiányzik az, hogy nem látjuk, hogy laggunk van, latency issue, packet loss, mindezek benne vannak, és ezt nem jelzi a játék. Uh, tudjátok, amit a, hogyha battlefield játszatok, az a kis három ikonacska a jobb felső sarokba, az jelzi, hogy magas a pinked, vagy csomagot veszítesz, uh, és a többi. És ez benne volt uh, a World, World War 2 Call of Duty-ban, és onnan kiszedték, sajnálatos módon, de um, ja, ebbe is bele uh, rakhatták volna, mert akkor látod, oké, okay, szar szarra kapcsolatom, mi a francot csinálják, nem fogom magam agyon őrölni azon, ez az meg nyomni itt hátkorul, amikor látom, hogy hatalmas laggon van, vagy izé packet loss uh, fordul elő. Uh, szóval, ja, ez, ez, ez nem lenne egy rossz dolog. A másik dolog, és ezt gondolom ti is észrevettétek a béta alatt, az a nagyon hihetetlen ping számok, amiket írtak, ami, ami le volt írva oda, és azt, az teljes mértékben rossz, tehát azt ki kell javítsák a készítők, tehát ötös pingem vagy, Jézus Mária. Tehát így, az, az ez egyértelmű, hogy senki nem hitte, de gondoljátok végig, hogyha azok a számok annyira rosszak voltak ott, az, aki 125-ös pingel, meg 200-ös pingel csatlakozott fel, arra a játékra, ahol te voltál, annak mennyi lehetett valójában a pingel. Szóval ezt, ezt mindenképp ki kell javítsák, és remélhetőleg egy valósabb értéket fogunk látni, és hogyha azt látjuk, hogy mondjuk maximum, ha azt látom, hogy 50 fölé megy a pingem, akkor valószínűleg le is csatlakozom arról a játékról, mert ott már nem érdemes nagyon játszagatni. És szóval elkezdte a srác, lemérte, és az teljesen rendben van, és ennek már nagyon örülünk, ugye a játék 60 Hz-es szervereken fut, ami egyszerűen ugye fantasztikus, ha csak, ha, ha csak nem, és itt jön a poén benne, észrevett egy olyan folyamatot a 60 hz szervereknél, hogy az információ, amit ugye te leadsz, a géped lead a szerver felé, sokszor olyan nagy mértékű, hogy azt fogja a játék is ketté darabolja. Na most ezt akkor leírom, hogy ez hogy néz ki. Ez azt jelenti, hogy te kilősz egy golyót. Há, bocsánat, kilősz három négy golyót. Tegyük fel, négy golyó kell ahhoz, hogy lelőd az ellenfeledett testre. Négy golyó. Na most, mivel ez az információ ez a szervernek túl sok, a játék feldarabolja. Tehát azt mondja, hogy elküld két is fél golyót a, az illetőbe, és a maradék, ugye másfél golyó, az késve, tehát az a következő csomagban megy át. És hogyha az illetőnek a túloldalon, hogy a jobb kapcsolata van, a, és vagy, vagy esetleg az övét nem darabolja fel a játék, az ő szerverét, az azt jelenti, hogy az a másik olyan, ami neked kellene ahhoz, hogy megold azt az illetőt, neked csak utólag megy át, neki pedig minden, minden szempontból átjön. Ez az, ami az egyik legidegesítőbb a Call of Duty-ban. Tény, hozzátette, hozzátette, hogy ez domination, TDM, 20, 20 playeres dominationnél ez nem fordult elő olyan gyakran. <laughs> olyan gyakran nem fordult elő. Megnyugtató hír, de ez az, amitől azt látod a kilkamban, hogy a csávó jött, lelőtt, és te nem, láttál, te nem lőttél ki egy golyót sem, pedig pedig te kilőttél legalább egy fél arra a gyerekre, de öt golyót legalább kilőttél, hitmarkert megkaptad, minden uh, lószart, csak egyszerűen az információ a tied már nem jutott el időben ahhoz, hogy te reagál. Ezért uh, érzékeled úgy a játékban, amikor meghalsz, hogy ilyen szuper golyót kaptál, Uh, magyarul olyan, mint hogyha két, egy vagy két golyóval megöltek volna, és ez, ezért, ezért érzik el azt, hogy meghalsz fedezék mögött, uh, szóval ilyen apró dolgok vannak, ezért főleg ezért érzik el azt, hogy meghalsz uh, egy fedezék mögött, és mikor visszanézed a kilkamot például, míg te megtetted azt a mozgást a géped előtt, addigra a kilkamban, te a szervemel alatt információban még nem tetted meg azt a mozgást, szóval egy ilyen apró probléma fennáll a Call of Duty ba jelen pillanatban ez rosszabb, mint anno volt a Black Ops 4-ben. Ezt ő, ha videót megnézitek, akkor számodatok a leírja, hogy egy átlagos 28 millisekundomos pingel rendelkező játékos, játékos milyen késésben van a szervertől, ha lead egy lövést, ha elkezd mozogni, és még volt ott valami. És elképesztő, tehát a lövés... Ha leadok egy lövés, valami 120 millisekundumos késés van. Erre rájön a képernyőd refresh rétje, erre rájön az FPS-ed, és már is kiadódik, mert egy másodperc plusztas késésben vagy a szervertől, és erre még rájön, hogy milyen távol van a szerver, hogy hányos pingel csatlakoztál fel arra a szerverre. Szóval, ja, vannak problémák, de ez a béta. Na most, ugye, ha néztétek a 10 perc arról, hogy miért rossz a Call of Duty, ezért rossz a Call of Duty, ott elmondtam is, igen, a kódjátékosok, mi kódjátékosok erre fel vagyunk készülve, hogy ez benne van a játékban. Persze, fogok mondani jó híreket is ezzel kapcsolatban, tehát azért ez ki lehet egyféle módon kerülni. És egy, egy adott ponton rátért a Ground War, Című játékmódra, és uh, ott, <laughs> ott, hölgyeim és uraim, 24 hercen mentek az adatok, nem 60, 24 hercen mentek az adatok. Ez azt jelenti, hogy olyan masszív késés van, közted és a szerver között a ground warban, hogy az hihetetlen. Ott aztán tényleg érzékelte az ember, egy Insta hal mindentől, tehát ez, ez, tényleg olyan volt. Na most a Call of Duty egy olyan játék, és ott ugye, kitérünk, ugye hogy a játék favorizálja azt, aki lő magyarul. Szállt, hogyha sikerült gyorsabban elkezdened lőni, és megölöd az ellenfeledet, akkor azt úgy érzek, amikor lőttél, nagyon jó érzés volt, ugye? A golyók adták, és a többi meg volt, hit, blam, bum, minden, minden rendben volt, amikor lőttél. Ezért fontos a kodban a kurva jó reflex. Szóval, még, ha még le is vagy maradva pingel, monitorra, anyám kinyelva, de valami isten állat reflexed van, még mindig jó, hogy ki a dologból. Hol tudod kikerülni ezt a problémát a Call of Duty-ban, hogy ez, 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 ez egy hatalmas probléma. Ettől még a Battlefield 5 is jobb, a PUBG is jobb, a Fortnite is jobb, és tudjátok mi volt a legjobb, a legviccesebb, hogy az Iron Sight nevű ingyenes shooter játék, keressétek rá, Iron Ironsight bemutató, keressetek rá, a annak volt a legjobb ezen a télen a szerverrel való kapcsolata. Elképesztően alacsony válaszidő volt e, a szerver és a gép között. Nagyon-nagyon durva. Az Iron Sight egy ingyenes játék bétában van. <kül> Hogyan tudod kikerülni ezt a Call of Duty-ban? Úgy, hogy zseniális módon megtanulod a pályát, zseniális módon felismered a player movement irányokat, a játékos movement irányokat, megismered a spawn rendszert, megismered, hogy merre fog jönni egy játékos, és, és kiszámítóan játszol, tehát ezt jó, jó, jól kifejeztem, úgy szól, hogy előre kigondolod, hogy merre jöhetnek az ellenfelek, ez egyetlen esélyed abban, hogy a kodban manapság jó legyél egyszerűen tökéletességre kell emelned a játék tudásodat, hogy a ping, a szerel való kapcsolat, az ne legyen hátráltató tényező. Ettől függetlenül, ha rossz kapcsolatod van, minden egyes faszom alkalommal el fogod veszteni a párbajcsatákat, a hirtelen jeleneteket, amikor valaki megjelenik a képed előtt. Ha annak jobb a kapcsolata, akkor bebuktad ennyi. Nem igazságos, de attól még jó érzés volt a bétával játszani, hogy őszinte legyek. Uh, Beton Nonsense mondta, hogy ha kéne teljes játék, akkor fog egy, egy komplexebb, egy komolyabb vizsgálatot uh, tartani erről, hogy, hogy jobban kielemezze uh, ezeket a dolgokat. Kíváncsian várom, hogy mit fog róla mondani, de úgy éreztem, hogy ezt el kell nektem mondjam, még a megjelenés előtt beszélnő kellett erről, hogy, hogy tisztában legyetek vele, hogy mit vásároltok. Oké, okay. ez fontos. Ez fontos, főleg egy Call esetében manapság. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor <kül> iratkozz föl. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!